korábban történt a Nosztifjú esete Tóth Marival című Gertler Viktor filmben, amikor a rafinált vénrókák valószínűleg hittek valamit bennem, mert olyan feladatot róttak rám, amitől nem volt egyszerű, egy kandalót kellett terveznem. Az egyik klasszicis, a kúria kandalóját. És akkor megterveztettek velem egy kandalót, akkor megnézte a Kovács István, mondom, ő már a Néma filmek idején is filmépítész volt, Pán József egyik legjobb munkatársa, aki nem akárki volt a magyar filmgyártásban, mint díszlettervező. És a Kovács Pista bácsi megnézte a kandalót, megrajzoltam a kandalót, utána mondta, hogy menjek el a Nemzeti Múzeumban, ott ő tud, vagy a Károlyi Palotában, ott is tud kandalót, menjek, mérjem fel, tervezek újat. Elmentem, fölmértem, megnéztem, lerajzoltam odahaza, másnap behoztam, nem tetszett. Akkor újra meg kellett tervezni a kandalót, akkor még nem jártam hatra, még akkor nem éreztem rá, hogy itt a hat óra mennyire fontos ebben a filmgyárban. Tehát újra megterveztem a kandalót, és akkor elfogadták. És levitt a műterembe, ahol közben épült a díszlet, ahol a kandalónak állnia kell, és megtanultam az életnek egy furcsa pillanatát, megélni, vagy megéltem az életnek egy furcsa pillanatát. Tűnik azon a helyen, ahol az én kandalóm, az általam tervezett zseniális kandalónak állnia kellene, ott már állt egy kandaló, amit a raktárból kihoztak és beraktak. Tehát az oktatásnak, a pedagógiának egy furcsa pillanatát éltem itt át. Ezt én másokkal nem nagyon élettem meg, és másokkal nem nagyon szeretném megélettetni, mert veszélyes. Mert elmehet az embernek az életkedve, és a szakmához való kapcsolata és az affinitás az egészhez lehet, hogy megszűnik. Nálam ez hál' Istennek nem történt meg, de lehet, hogy a Kovács István volt olyan okos, hogy tudta, hogy ezt így kell csinálni. A édesapámnak hála, akkor én 90 napig kint voltam Olaszországban, és akkor láttam Rómában egy filmet, valami üldözéses film volt, nem Stan és Pan, nem valami amerikai film lehetett, ahol valaki leugrik egy tetőről, beleesik egy ponyvába, egy olasz piactér, vagy egy amerikai piactér közepén, és ezt a effektet, ezt a filmen lévő effektet akkor én teljesen elhittem, hogy ez a pari leugrott, és tényleg beleesett. És akkor elkezdett izgatni, hogy valami olyat lehet csinálni a celluloidon, valami olyan dolgot lehet megpróbálni, amit az életbe nem nagyon hiszem, hogy sikerül. Emlékszem, ugrott a pali, és a második szinten még egy ilyen napvédő megdobta, ettől került rá az alatta lévő piac ponyvájára, és ez egy 5 éves vagy 4 és fél éves gyereknek baromi fontos. A férjemet keresi? Férjemet? Furcsa. Olyan ismerősen, uram. Bizony Isten nem várta bent. Hiszen nem is tudtam, hogy még él. Hogyan került ide? Istenem, milyen furcsa véletlen játéka. Hiszen nem szoktam önre gondolni. Bozsán Visi bácsit nagyon szeretem és nagyon tisztelem, mint vágót, mint szobrászt is, és mint alkotó embert. Morell Misi bácsi volt a vágója a Szindbádnak. És ő már akkor nagyon régóta dolgozott a filmgyártásban, a 40-es évek elején már filmvágó volt. Tehát ő elég sok filmet látott, elég sok filmben dolgozott, és a Szindbád alatt volt ez a sikerélményem, hogy néztük a Lenke lakást. Rutkai Latinovics beszélgetnek, mögöttük ólomüveg, ajtó, ablak, furcsa trófeák a falon, érdekes, faragott, ilyen gödöllői hangulatú századfordulós, század elejé bútor, és nézzük a filmet, nézzük a Mustert, egyszer, kétszer, négyszer, és amikor vége a vetítésnek, akkor odafordul hozzám, mondd Tamás, hol van ez a lakás? És ritka nagy dicséret volt, tudnék, ez műteremben készült ez a lakás. És a Misi bácsi, aki egy vénróka, és aki nagyon ért a szakmához, ha ő megtéved, és megkérdezi, hogy hol van, az az öröm. Szakmailag öröm, mesterségileg öröm. Ez a magyar filmgyártó vállalatnak, a valamikori Ma filmnek, az Isten tudja most, hogy hívják, mert
annyiféle módon trancsírozták szét az utóbbi időben ezt az egész céget, hogy én már nem tudom, hogy ki, hol van, és ki, kicsoda. Egy nagyon nagy elcseszés volt az, amikor ezt az egész vállalatot szétszették, mert tényleg, ahogy mondtuk már, és mondtam már, ez a cég, ez Európa hírű cég volt. Ennek az egésznek a lényege, hogy egy olyan filmgyártás sikerült a utolsó 7 év alatt tönkretenni, szétszedni, szétcincálni mondjuk így, amit az általam annyit emlegetett folyamatosság jegyébe kár volt megtenni. Haldoklanak a rendezők, utálom azt, hogy a rendező azzal foglalkozik, hogy producereket hajszol és pénzről tárgyal. Nem bírom. Nem, nekem, mint díszlettervezőnek nagyon rossz, hogyha a rendezőm nem arra koncentrál, hogy kivel, hol, mikor találkozik, hogy a postabanknak, vagy nem tudom milyen banknak a vezetőivel mikor tud megbeszélni, ahhoz, hogy filmet csináljon. Ez nem az ő dolga, de most sikerült ebbe a furcsa kezdeti kapitalizmus szakaszába visszatorzítani, visszatolni az egész filmkészítésnek a világát. Én azonban azt érzem a saját bőrömön, 100 magyar játékfilm díszlettervezése után, hogy az, ami itt történik, az nem a hagyományok egészséges folytatása. Kodály Zoltán üvöltene, hogyha élne. Mert ő tudta azt, hogy hogy kell tovább csinálni. Ilyes Gyula tudta, hogy hogy kell tovább csinálni. És ugyanígy tudták azok, akik csinálták itt annak idején, és akik elmentek innen annak idején, pont azért mentek el a 30-as években máskor, mert olyan típusú filmgyártás készült, és olyan volt itt háttérként megteremtve, amit nem kell folytatni, mert nincs értelme ilyenfajta fölöslegesen fölépített akadályokkal harcolni.